Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és reggel bekapcsolom az Xboxot, lépnék be az útéba, és ez fogad, ez az üzenet. Vagyis, hogy ha akár csak egy meccset is játszottunk a Foot Champs-ben, ugye júliusban, akkor garantáltan kapunk egy ilyen 84 pluszos Team of the Week pakkot, ami ugyan eladhatatlan, de 84 vagy annál magasabb ratingű Team of the Week játékos lesz benne, akármelyik múltbéli Team of the Weekből, tehát a játék elejétől kezdve bármelyik Team of the Weekből. Na hát erre nem számítottunk így kora reggel. Lépjünk be, aztán nézzük meg, hogy tényleg ott van-e az a pak, amit bereklámoznak. És valóban itt egy 84 pluszos TOTV-s pakk. Na hát akkor át is adom a kontrollert Alexnek, és ő kibontja, látjuk, hogy mi lesz benne. Na szevasztok srácok, meg is érkeztem kinyitni ezt az egy infon pakot, ami 84-nél magasabb. Nyissuk ki, remélem, hogy befagy. Nem. Akkor legalább 87-es legyen, vagy 86-os. Ez egy Brozovic. Ilyen. Elmegy, de mégsem, amit vártam, vagy nem is tudom, mit mondjak erre. Mégis elvileg egy csomó ember használja, jól tudom, mert jó középpályás. Úgyhogy most mi annyit tudunk tenni, betűjük a klubba. Megnézzük, hogy mennyibe kerül. Brozovic, mennyibe megy? 85-ös volt, azt hiszem. Hát, végül is több mint egy diszkárdos 10.000-es inform, végül is. Nem volt annyira rossz. Hát egy újabb speciális játékos, aki az olaszba játszik, őt is be tudjuk majd rakni a olasz csapatunkba, vagy esetleg a kispadra. És majd eljön az ide, amikor kipróbáljuk őt is. Ugye mindenki ki kell próbálnunk. Úgyhogy ennyi lett volna az 81 pluszos TOTV pak. Tetszett, akkor dobd egy lájkot is, ha nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornánkra. Alex voltam, szevasztok!